A húsvét a családi összejövetelek, rokonlátogatások időszaka, amely vendéglátással párosul. Ilyenkor útra kell az ország, a forgalom sűrűsége pedig a többszörösére nőhet. Nem csak az autóval közlekedők száma emelkedhet ezekben a napokban, így különösen is oda kell figyelni a szabályok betartására. Ebben az időszakban a közutakon a gépjárműforgalom mellett nagyobb számban jelenek meg a kétkerekűvel közlekedők, de számítani kell gyalogosokra is. A húsvét ünnepekre jellemző, hogy az átlagosnál többen hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés kockázatát következményeit veszélyeit. Kiemelten fontos a húsvéti időszakban is, hogy a járművezetők a vezetés megkezdése előtt fogyasztás, fogy, ne fogyasszanak szeszesítalt illetve az őket vendéglátók ne kínálják alkoholtartalmú ital járművezetőket. Baleset megelőzési szempontból kiemelt fontosságú a biztonsági jöv, valamint a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használata, amelyek jelentősége nem a baleset elkerülhetőségében, hanem a már bekövetkezett baleset következményeinek csökkentésében mutatkozik meg. A sofőrök mellett pedig az utasoknak is van felelősségük a közlekedésben. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ne üljön be olyan személy autójába, akiről tudja, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszesít tart fogyasztott, illetve próbálja megakadályozni, hogy járműveivel elinduljon. Kérjük, hogy húsvétkor is tartsák be a közlekedési szabályokat, indulás előtt ne felejtjék becsatolni a biztonsági övüket, és hívják fel a járművezetők az utasok figyelmét is arra, hogy csatolják be magukat. A legjobb tanács továbbra is az, hogy aki úgy dönt, hogy járművet vezet, az ne jön egy csepp alkohol sem, hogy mindenki hazaérjen. A húsvéti ünnepek alatt az európai iskolai szünetek, valamint a szabadságukra hazatérő vendégmunkások miatt jelentős tranzitforgalom, megnövekedett várakozási idő várható a határátkelő helyeken is.